Jó estét kívánok, ez a 35 perc a Kölcsei Televízió közéleti műsora. Hosszú idő után már nem dr. Erfán József, a Vármegyei Kórház onkoradiológiai osztályának vezetője. Rögtön kiderül, ki örökölte meg a pozíciót, de előtte mutatjuk a kínálatot. Már javában foglalják, roham tempóban jelentkeznek a nyári gyermektáborokba. Új főorvos, dr. Weber Ágnes vezeti a kórház onkológiai osztályát. Rendészeti csapatverseny, 14 intézmény mérte összetudását. Agrárfórum Máté Szalkán, továbbra is összekapaszkodnak a gazdák. Még 2 hónap van a vakációig, a nyári táborokat azonban már most érdemes górcső alá vendiük a szülőknek. A Nyíregyházi Önkormányzat idén június 24-től 8 héten át 27 turnust indít a helyi lakcímkártyával rendelkező iskolások számára. Az első turnus minden résztvevőnek ingyenes, csak az étkezési díjat kell kifizetni a szülőknek. Már továbbították az iskoláknak az önkormányzati táborokkal kapcsolatos tudnivalókat Nyíregyházán. Jászai Menyhért alpolgármester arról tájékoztatott, idén június 24-től augusztus 16-áig, vagyis 8 héten át kínálnak programokat az önkormányzat napközis táborai. A gyerekek és a szülők ez idő alatt 27 turnus közül választhatnak. Míg az első alkalommal ingyenesen, addig a második turnus szolgáltatásait önköltséges formában vehetik igénybe a szülők. A táborhelyszíneket és a kínálatokat illetően megtartottuk a klasszikus, jól bevált táborokat, úgy mint a Falumúzeum, Futurobi, Kisvakon tábor, a Sport és Élménytábor, illetve a Tudásközpontban pedig a robotika iránt érdeklődők, az informatika iránt érdeklődők pedig a Tudásközpontban mehetnek táborozni. És ami még nagyon fontos, 1600 fő kapacitás a felsorolt táboroknak az összmennyisége, az első turnus minden nyíregyházi lakcímmel rendelkező nyíregyházi iskolából gyereke számára ingyenes. Kizárólag az étkezésért kell fizetni 10.000 forintot turnusonként, de az a gyerek, akinek évközben az iskolában kedvezménye van, 150%-os kedvezménye az étkezést illetően, rendszeres gyermekkedvezményben részesülők, fogyatékkal élők, vagy éppen 3 vagy több gyermekesek, ők a kedvezményüket hozzák a táborban, és itt sem kell térítési díjat fizetni, vagy csak 50%-at kell fizetni, tehát ez nagyon-nagyon fontos. Ha van kapacitás, és még lehet jelentkezni, akkor a második, harmadik tábor önköltséges, tehát 35.000 forint díjat kell befizetni egy-egy része őnek, hogyha másodszor is szeretne jönni a táborba. Emellett lehet igényelni utazást, 2 útvonalon a vasútállomásról indul egy buszjárat, és Örökösföldre indul egy buszjárat Sóstóra. Ennek a díja 5.000 forint turnusonként. Tehát én azt gondolom, hogy a jól bejáratott táborok a korábbi szerződtség mellett Nyíregyházán nélkül le fognak zajlani az idei esztendővel is. Mikortól és hogyan lehet jelentkezni ezekbe a táborokba? Ma már kint van az iskolákban a jelentkezési lap és a részletes tájékoztatás, hiszen most így a televízión keresztül nem lehet minden apróságot elmondani, amire figyelni kell a szülőknek. A szervező tanároknál megtalálhatók a jelentkezési lapok, és ott lehet benyújtani az iskolába. Ők továbbítják majd a tábor gazdájának, főszervezőjének, a Nyírvévé Kft-nek. Itt olyanról is, miről nem beszéltem, hogy lehet akár készpénzzel, banki átutalással, vagy éppen szépkártyával fizetni. Tehát nagyon sok lehetőség van a szülők számára is, hogy a táborban hogyan szeretnének részt venni a gyerekek. Kedvezmény az önkormányzat népszerű Szigligeti gyermeküdülőjében is igényelhető. A balatoni turnusok idén elő- és utószezonnal együtt június 18-ától augusztus 30-áig tartanak. Ide azonban a jelentkezést már csak korlátozott számban fogadják. A héten viszont lejár a kedvezmény igénylésének határideje. Jelen pillanatban a kapcsolattartó pedagógusok visszajelzései alapján a létszám már nagyon le van korlátozva, 1-2 helyet tudunk már csak biztosítani, mivel a szervezés már január végétől elkezdődött. A határozatoknak a papírjait várjuk már most április 19-ig, mivel a tábornak a költsége 46.000 forint, ami tartalmazza a 3-szori étkezést, az utazási költséget, a programokat, és emellett több gyermek igénybe veheti a 10.000 forintos támogatást is, ami azt jelenti, hogy 36.000 forintba fog kerülni. Ehhez viszont a szülőknek le kell adni vagy a tartós betegségről a határozatot, vagy ha 3 vagy több gyermeket nevel, vagy ha hátrányos helyzetűek.
akkor tudják megkapni ezt a támogatást. Nagyon fontos, hogy csak a nyíregyházi lakóhellyel rendelkező szülők tudják ezt érvényesíteni. Ez a támogatás egy évben egyszer adható. Milyen programok várják a gyerekeket Szigligeten? A tavalyi évhez hasonlóan nem változtattunk a programokon. Az első nap az utazással telik, a hétfői nap Sárvár érményfürdő, kedden délelőtt Tapolca Tavasbarlangba megyünk, szerda délután Sümegen a lovagi tornát nézik meg a gyerekek, és csütörtök délelőtt pedig a Szigligeti vár. Közben természetesen fürdőzésre is van lehetőség, de mivel az időjárás nem minden esetben kegyes a táborozó gyerekekhez, ezért nagyon fontos úgy összeállítani a programot, hogy olyan helyekre tudjuk őket elvinni, ami eső vagy esetleg szélsőséges időjárások esetében is megfelel. Pénztárca barát lehetőséget nyújt az Erzsébet táborok program kínálata. Nyári napközis táboraikra a Klebelsberg központhoz tartozó intézmények és egyházi iskolák pályázhatnak az e-tábor plusz felületen április 22-éig. Itt napi 100 forintos térítési díjat kérnek a szülőktől. Legnépszerűbb turnusaik azonban a balatoni élménytáborok, ahol 6 napon keresztül 1000 forintért kínálnak teljes ellátást és színes programokat a gyerekeknek. 2021-ben újultak meg a balatoni táborhelyek, az Ánkai és a Fonyódligeti táborhelyen is már korszerű körülmények között pihenhetnek a gyermekek. Kijelenthetjük, hogy a tartalom, tehát a programok, az ellátás és az egészségügyi felkészültség mellett már az infrastruktúra is minőséget képvisel az ottalvos balatoni táborokban. A nyári időszakban folyamatosan a szünidő alatt június 23-ától egészen augusztus 30-áig várjuk a gyermekcsoportokat. Április 24-én 14 óráig várjuk a jelentkezéseket a Zánkai és a Fonyódligeti élménytáborokba. Ezekre a vakációs turnusokra iskolák pályázhatnak 1 és 7 évfolyam közötti tanulókkal az etáborplusz.hu weboldalon, amely az erzsébettáborok.hu oldalról is elérhető. A jelentkezéseknél az iskoláknak 10 gyermek mellé egy felnőtt kísérőt szükséges delegálniuk, sajátos nevelési igényű gyermekekkel történő jelentkezéseknél 2 felnőtt kísérő szükséges. A balatoni táborhelyeken 2 különböző típusú táborozási lehetőséget kínálunk. A Fonyódligeti Erzsébet tábor a vízpart közvetlen közelében terül el, a táboron belüli kisebb távolságok pedig családias hangulatot nyújtanak a csoportoknak. Jurtasátras jellegű szállások találhatóak a táborhelyen, amelyek ugyanolyan új bútorokkal vannak felszerelve, mint az ánkai táborhely szállásai, valamint telefontöltésre alkalmas USB-portok is találhatók a sátrakban. 2024-től már mennyezeti ventilátorokkal felszereltek a hálóhelyek Fonyódligeten. A csoportok a légkondicionált, felújított étteremben étkezhetnek, és számos közösségi helyiség is a rendelkezésükre áll. A táborban modern sportpályák, kalandpark, mászófal és játszóterek is a kikapcsolódást szolgálják. A Zánkai gyermektábor a Balaton északi partján helyezkedik el, egyet jelent a nyüzsgő tábori léttel, ahol felújított közösségi terek, új sportpályák és kresszpark található. A modern saját fürdőszobás szállások közelében és a strandon pedig játszóterek is várják a gyermekeket. A rengeteg színes program tematikus napokban érvényesül még jobban a vasárnaptól péntekig tartó turnusokban. Hétfőnként a tudományok kapnak még nagyobb hangsúlyt, keddenként sportnapot rendezünk mindkét táborhelyen, tehát Zánkán és Fonyódligeten is. Itt az országos sportszövetségek segítségével olyan sportágakat ismerhetnek meg a diákok, amelyekkel ritkábban találkoznak a hétköznapokban. Szerdánként a már hagyományosnak mondható Hősök napját tartjuk a táborhelyeken. Itt a rendvédelmi és egészségügyi szervek hivatását is ismerhetik meg a táborozók játékos keretek között. Csütörtökönként pedig a kultúra kap még nagyobb hangsúlyt a programok során. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyéből tavaly nyáron 51 intézmény összesen mintegy 2400 diákja nyaralt a zánkai táborban, és közel 400 tanuló érkezett a Fonyódligeti helyszínre vakációzni.
Dr. Erfán József több évtizedig vezette Nyíregyházán a Vármegyei Kórház onkoradiológiai osztályát. A főorvos előző év végén döntött úgy, hogy nyugdíjba megy, helyét pedig dr. Weber Ágnes vette át. Hogy mit is kapott örökül, és hogy milyen személyes ambíciói vannak, arról személyesen az új osztályvezetőt kérdezem. Jó estét kívánok, csókolom. Köszönjük, hogy itt van nálunk a stúdióban. Jó estét kívánok. Gratulálok önnek a kinevezéshez. Először is én arra lennék kíváncsi, hogy annó hogyan terelte az élet, illetve a jóisten önt erre a pályára. Egy kicsit kanyargós volt az út, de aztán hamar kiderült, hogy ez lesz az a választott út, szakma, ami nagyon közel áll hozzám, és nagyon-nagyon szeretek csinálni. 1992-ben végeztem a Debreceni Orvostudományi Egyetemen, és utána anesteziológus és intenzív terapeutaként dolgoztam a idegsebészeti és nőgyógyászati klinikám. Amikor 1997-ben megszereztem a szakvizsgámat, akkor arra gondoltam, hogy a Debreceni Egyetemen nem működik fájdalomambulancia, és milyen jó ötlet lenne, hogyha létrehoznánk egy fájdalomambulanciát. Ennek kapcsán utána érdeklődtem, hogy hogyan is tudnék én ilyen ambulanciát működtetni az egyetemen. És kiderült számomra, hogy a fájdalomambulancián megjelenő betegeknek a 80-90% az leginkább onkológiai beteg. És szerettem volna a tudásomat mélyíteni, és azt gondoltam, hogy ha én megcsinálom az onkológiai szakvizsgát, akkor sokkal jobban fogom érteni a betegeket és a betegeknek a panaszait, és beadtam a szakvizsga kérő lapomat klinikai onkológiára, és az természetesen az egyetem ezt támogatta, majd pedig elkezdtem az onkológiai gyakorlatomat. Én szerettem volna az onkológiai gyakorlaton végig részt venni annak tudatában, hogy valóban fontos ismereteket szerez az ember a gyakorlata során. És 1999-ben le is szakvizsgáztam klinikai onkológiából, és menet közben én annyira megszerettem ezt a szakmát, hogy úgy döntöttem, hogy akkor én klinikai onkológus leszek. Egy ideig a anesteziológus és intenzív terápiát párhuzamosan műveltem a klinikai onkológiával, de aztán letisztult a kép, és azt éreztem, hogy nekem minden energiámat, minden figyelmemet az onkológiára kell fókuszálni, hiszen ez lesz az életutam. Akkor, amikor ön lett az osztályvezető főorvos, akkor gondolom meg kellett fogalmazni bizonyos célokat, terveket. Melyek voltak ezek az osztály életével kapcsolatban? Tekintettel arra, hogy az onkológia az elmúlt évek alatt és évtizedekben nagyon-nagyon nagy fejlődésen ment keresztül. Mindenféleképpen azt gondolom, hogy egy ilyen megyei klinikai központnak ezeket a legújabb trendeket követni kell. Nagyon fontos szerepe van a megyében, nem csak a beteg ellátásban akár, ugye, hanem a betegutaknak a megszervezésében. Hogy a betegek, ha bármilyen szűrésen kiemelődnek, akkor megtalálják a megfelelő betegutat, eljussanak a megfelelő központba, megkapják a kivizsgálás után a megfelelő kezelést. Én azt gondolom, hogy a szűrés kapcsán, amit nem győzünk elégszer mondani, meg is kell találni utána a kiszűrt betegeknek az útját, hogy eljussanak a megfelelő helyre, kivizsgáljuk őket, és megkapják a terápiát. Én azt gondolom, hogy ebben a megyében, miután ez nem egy kis megye, és tudva levő, hogy a megyében takkórházak működnek, nagyon jól együtt lehet dolgozni a takkórházakkal, és fontos is megtalálni velük a kapcsolatot és a megfelelő hangot, hogy mindenki a saját rendszerének megfelelően, saját szintjének megfelelően ellássa a beteget, de hogyha kell, akkor azon nyomban tovább is küldje a központba.
Ha onkológiáról beszélünk, hát akkor és beteg életútról, akkor hát kétfelé ágazhat sajnos a történet, illetve nem sajnos, az egyik része a sajnos, a másik része pedig van a kezelés, vagy illetve már amikor már meggyógyult ugye a beteg, ha lehet gyógyultnak nevezni, tehát ott is van egy utókövetés, hogyha jól tudom, egy segítség az osztály részéről. Igen, az onkológián tulajdonképpen látjuk nap mint nap, hogy rengeteg beteg keresi fel az onkológiát. És tulajdonképpen nem csak a kezelések zajlanak az onkológián, hanem azon betegeknek az utánkövetése és gondozása életük végéig, akik már túl vannak a kezelésen, és tulajdonképpen meggyógyultak, vagy tünetmentesek, akkor is szükségük van arra, hogy fogjuk a kezüket, hogy rendszeres gondozáson vegyenek részt egészen életük végéig. Nyilván ez a szerencsésebbik életút, amelyet az onkológián azért nap mint nap tapasztalunk, hála jó Istennek. De van egy kevésbé szerencsésebb dolog, egy olyan lehetőségünk már, ami az utóbbi éveknek a fejlődése kapcsán vezetett el ahhoz, hogy krónikussá váljanak ezek a betegek, hogy rendszeresen kezelésben részesülnek. A betegségüket tulajdonképpen kontrolláljuk, vagy esetleg tünetmentesek, és azt akarjuk a kezeléssel, hogy ne is üsse fel a fejét a daganat a későbbiek folyamán se. Ezek a betegek évekig járnak hozzánk aktív kezelésre. A modern kezelések között meg tudnám említeni a biológiai célzott terápiákat, az immunkezeléseket, melyeket a betegek évekig kaphatnak és kapnak is az onkológiai osztályunkon, és tulajdonképpen ugyanúgy, mint egy magas vérnyomást, amikor mindennapos tablettával kezelünk, vagy egy cukorbetegséget, amelyet esetleg inzulinnal vagy tablettával kezelünk. A betegeknek az életük végéig szüksége van a bizonyos vérnyomás elleni kezelésre, vagy onkológiai kezelésre. És sajnos ugye azok a betegek is tulajdonképpen nálunk fejezik be a hospice részlegünkön az életünket, akiken sajnos már nem tudunk segíteni, viszont az életvégi ápolásokat természetesen a hospice részlegünkön felvállaljuk, tudunk segíteni ezzel a családnak, tudjuk őket tehermentesíteni, nyilván mind a lelki teherre és mind a fizikai terhelésre is gondolok. Úgyhogy jól tudom, akkor rohamosan fejlődik ez az ágazat, tehát roham tempóban fejlődik, hála Istennek. Milyen új módszereket lehet megfogalmazni, vagy akár gyógyszereket, terápiákat, amelyek mondjuk bizakodást adhatnak a betegeknek? Az onkológiai kezelésnek az alappillére az régen is a sebészet volt, az onkológiai kezelés, tehát a kemoterápiás kezelés és a sugárterápiás kezelés. Ezek tulajdonképpen a mai napig nem változtak. De Az alapok nem változtak, de a rohamos fejlődés kapcsán szembesülünk azzal, hogy olyan célzott terápiák, olyan immunológiai terápiák jöttek ki az utóbbi években, melyeket tulajdonképpen vagy a kemoterápiával együtt adunk, vagy a sugárterápiával is adhatunk együtt. És ezek a modern terápiák lehetővé teszik azt, hogy eredményesebbek legyünk magának a daganatos betegségnek a kezelésében, és minél hosszabb ideig aktívan tudjuk kezelni a betegeket, hogy olyan életminőséget tudjanak élni, amely én azt gondolom, hogy nagyon fontos, emberhez méltó és teljesen vállalható. Beszélgetésünk végén azért beszéljünk egy pozitív dologról mindenképpen, hiszen a hétvégén szombaton lesz egy rendezvény, ahol az onkológiai osztályt is támogatják, ez egészen pontosan a csillagfutás. Erről mondjon néhány szót, hogyha kérhetem. 2024. április 20-án 5. alkalommal rendezik meg a csillagfutást, melynek a
nevezési díjából való bevételét az Egyesület a kórházi alapítványon keresztül az onkológiai osztály támogatására fordítja. Számunkra azért fontos ez az esemény, mert felhívja a figyelmet a daganatos betegségekre. És itt kiemelném a szűrésnek a jelentőségét is, tehát én szeretném azt is ezzel sugallni az embereknek, hogy vegyenek részt a szűréseken, menjenek el a behívó levéllel, menjenek a szűrésekre, kérdezzék meg a házi orvosukat, hogy milyen szűrésekre, hogyan juthatnak el. Nagyon fontos azért is ez az esemény, mert én azt gondolom, hogy nagyon sok beteg szégyeli a daganatos betegségét, holott ezek a betegek azon a küzdelmen, amin túljutottak, büszkék lehetnek. Lesznek olyan betegeim is, akik eljönnek a csillagfutásra, nem fogják végigfutni, de végig sétálják az eseményt. Jönnek az osztályról szakápolók, akik természetesen végig fogják futni valamelyik távat, nem tudom pontosan melyiket választják. És ezzel azt gondolom, hogy a dolgozóink, a civil emberek mind-mind azt mutatják meg, hogy ezek a daganatos betegek nincsenek egyedül. Támogatja őket a civil szféra, és természetesen az osztálydolgozó is. Köszönjük szépen, hogy itt volt nálunk, és munkájához pedig sok sikert kívánunk. Köszönöm szépen a lehetőséget. Rendészeti csapatversenyt tartottak a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei rendőrfőkapitányság és a Máté Szalkai Szakképzési Centrum Budai Nagyanta Technikum és Szakgimnázium együttműködésében. A megmérettetésen a régió 14 intézménye mérte össze a tudását. A verseny egyik célja a rendészet és közszolgálat ágazati képzésben tanuló középiskolások rendészeti pálya felé irányítása volt. Az egyenruha bizonyos felszereléseit kellett kiválogatnia a rendészeti versenyen mérkőző diákoknak Nagykállóban. De lövészettel, rendészeti rohampályával, rendészetelmélettel, büntetés végrehajtási gyakorlati feladatokkal, szabadulószobával és fegyverbemutatóval is találkozhattak a rendészet és közszolgálat ágazati képzésben tanuló középiskolás diákok. Iskolánk 2005 óta képez rendészeti ágazaton diákokat, gyerekeket, és 7 évvel ezelőtt úgy döntöttük, hogy a megyében összefogjuk a nagyon tehetséges gyerekeket, illetve azt a 10 középiskolát, már most technikumot, akik ebben az ágazatban képeznek, egy ilyen megyei versenyre meginvitáljuk őket. Tehetséggondozás, illetve a szakmai orientáltság szempontjából nagyon fontos, de azért titkon, természet és nem is titkon, egy szakmai megbeszélés részei is ennek a rendezvénynek, hiszen itt találkozhatnak a csapatvezetők, tehát azok a pedagógusok, rendőrök, akik ezen az ágazaton a saját középiskolájukban oktatnak, és itt tudnak eszmét cserélni, véleményt cserélni, tananyagról beszélni, változásokat beszélni ki, hogyan értelmezi. Tehát 7 évvel ezelőtt hoztuk létre, az idén álmodtunk egy nagyot, hogy a megyét egy picit elhagyva regionálissá terjesztjük ki. Meghívtunk jó néhány középiskolát, a megyén kívülről 5 középiskola fogadta el a meghívásunkat, tehát vannak Borsodból, Hajdúból is itt csapatok. Mi ezt a versenyt a Nyírbátori Kiképző Központ, Oktatási és Kiképző Központtal karöltve rakjuk össze szakmailag, és az én testnevelőim, illetve rendészeti ágazaton oktató kollégáim, illetve a nyírbátori rendőrök állítják össze a feladatokat. Az idén újítottunk, hiszen a technikumi képzés bevezetésével a tananyag is módosult. És megmaradt versenyszámnak ez az írásbeli rendvédelmi elméleteket tartalmazó feladatlap, amit hozzáteszek, hogy ezt nem is mi állítjuk össze, hogy ne érje szó a ház elejét, tehát ezt a Miskolci Technikum szakemberei állítják minden évben össze nekünk, és küldik el, vagy ma úgy történt, hogy ma hozták már fénymásolva a csapatoknak, tehát mi nem is láttuk. Megmaradt
a lövészet, hiszen tananyagban volt ezelőtt is, és a változások után ez nem tűnt el. Rendészeti rohampálya van, ezt kint építettük meg az udvaron, ez a legizgalmasabb számomra legalábbis, de szerintem a csapatok számára is a legizgalmasabb és a legtöbb fizikális erőt kívánó feladat. Itt van a BV is, zárkákat építettek, tehát lesz ilyen típusú feladat is a gyerekeknek. Aztán rendészet elmélet még nem ér véget, hiszen van két tantermünk, ahol rendőr egyenruhák vannak berakva, és bizonyos öltözeteket össze kell rakjanak a csapatok. És most újdonság, például egy szabaduló szobát is berendeztek a rendőrök. A fiatalokhoz ez rendkívül közel áll, úgyhogy az ötletet így jónak tartom, remélem, hogy be is válik, ez az idén van először. Tehát nagyon sok érdekes dologgal találkozhatnak, és amit még tudni kell, hogy a csapatok, illetve a csapatvezetők rendkívül komolyan veszik a versenyt, tehát óriási rivalizálás van. Ezek a gyerekek mind rendkívül tehetségesek, fizikálisan nagyon jó kondiba vannak, úgyhogy egy nagyon izgalmas verseny várható. A megmérettetés célja a középiskolás diákok rendészeti pálya felé irányítása mellett a tehetségek kiválasztása, a csapatszellem az összetartozás érzésének erősítése volt. Mindig is szívügyünk volt, hogy a felnövekvő nemzedékben megtaláljuk azokat a tehetségi ígéreteket, akikre utána tudunk építeni, akár a technikumi, akár a felsőoktatási szinten, és a rendészetben a jövőben minél több olyan fiatal tudjon érvényesülni, és majd később hasznunkra lenni, aki igazán tehetséges. Ma nem a legnépszerűbb a rendészeti pályákra a vonzó ereje, de úgy hiszük, hogy ebben az elkövetkező időben elég jelentős változás lesz. A belügyminisztérium maga is nagy hangsúlyt fektet a megváltozott szakképzési rendszerben a duális képzésre. És a rendészeti szervek be fognak lépni duális képzőhelyekként, és ezek a középiskolák, technikumok a 13. évfolyamukban a tanulókat duális képzőhelyekre küldhetik, amelyben rengeteg rendőri hely is lesz. Nagyon sok olyan ismeretet elsajátíthatnak, ami esetleg a pályaválasztásukat a későbbiekben jelentősen befolyásolja. A megmérettetésre 14 iskola fogadta el a meghívást, így érkeztek diákok a versenyre Szerencsről, Derecskéről, Záhonyból, Baktalórendházáról, Berettyóújfaluból, Lőrinciből, Nyíregyházáról, Tiszalökről, Tiszavasváriból, Nyírbátorból, Mátészalkáról, Nagykálóból és Csengerről is. Nyilván szeretnénk nagyon jól teljesíteni. Szerintem felkészültünk erre a versenyre, mert azért inkább mi fizikailag vagyunk ott, nyilván nem azt mondom, hogy fejben nem vagyunk, de pont úgy választottak ki minket, hármunkat, hogy a fizikait azt mindenképpen meg tudjuk tolni. Szerencsére volt nálunk is a suliban egy akadálypálya, amit nagyjából hasonló, mint ami itt lesz, úgyhogy azt nagyon sokszor megcsináltuk. Mivel ugye rendészeti osztály vagyunk, ezért nagyon sok jogismeretóránk van, tehát azzal nagyon meg tudtuk ezt nyomni. Azért tartjuk és tartom személy szerint fontosnak ezt a mai versenyt, mert a több mint 150 éves múltra visszatekintő budai az a centrum számára egy befektetés. Befektetés a jövőbe, befektetés a családoknak, befektetés a munkaerőpiacnak, befektetés a társadalomnak. A mai nap arra ad tanúbizonyságot, hogy ennek a befektetésnek egy nagyon fontos terület a tehetséggondozás. Az itt lévő gyerekek, akik ma felsorakoztak és már éppen az egyik teremben írják az írásbeli tesztet, ők a jövő befektetései. A mai nap nem csak róluk szól, hanem a budai jövőjéről is, hiszen itt olyan szakemberek, rendvédelem, katasztrófavédelem, közigazgatás területén járt a szakemberek vannak itt, akikkel eszmecserét folytatunk, beszélgetünk a jövőről, a budai lehetőségeiről, akár a tehetséggondozás területén, akár az okleveles technikus képzés területén, vagy különböző duális partneri lehetőségek megteremtéséről. A versenyen a Heves vármegyei Lőrinciből érkező március 15-e technikum szakképzőiskola és kollégium győzedelmeskedett. A dobogó második fokára a Csengeri Ady Endre technikum és kollégium csapata állhatott fel, a harmadik helyen pedig a nyírbátori Betlen Gábor technikum szakképzőiskola és kollégium végzett. Gazdavédelmi törvénycsomag, földforgalmi törvény, kihívások, döntések és válaszok. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a MAGOSZ ezúttal Mátészalkán tartott szakmai fórumot. Az eseményen elhangzott, mielőbb rendezni kell a piaci viszonyokat az agráriumban, és meg kell szólítani a fiatalokat is az ágazatban.
Közös gondolkodásra gyűltek össze a gazdák ezúttal Máté Szalkán. Az elmúlt hetekben a vármegye valamennyi térségének mezőgazdászai számára szervezett fórumot a Nemzeti Agrárkamara és a Magosz. A Máté Szalkai eseményen utóbbi szervezet elnöke Jakab István hívta fel a figyelmet, itt az ideje, hogy végig gondolják, mi történik a hamarosan betakarítandó gabonával, milyen áron tudják majd értékesíteni, illetve rávilágított arra is, hogy ki kell fizetni az eddigi adósságokat, melyek komoly gondokat okoznak. Mert ha megnézzük, a földadó eltörlésre került, az öntözőkutak sorsa rendezésre került, a legstabilabb földpiaci szabályozás nálunk van, az uniós intézkedések ellenére 23 termék esetében lezártuk az ukrán határt, változatlanul csak a tranzit biztosított, a banki szempontból a Széchenyi kártya folyamatosan rendelkezésére áll a gazdáknak, a támogatásokat úgy, ahogy az uniós lehetőségek biztosítják, igyekszünk fizetni, felgyorsításra került, gázolaj jövedéki adó most lett megemelve, még úgy, hogy most már 90%-os a gázolaj jövedéki adó visszatérítése, csak egy összehasonlításképpen Németország esetében teljes mértékben eltörölték, és közel 500 millió euróval szemben kaptak a német gazdák 50 millió kedvezményt más területen. Tehát én azt hiszem, hogy ami rajtunk múlott, amin a kormányon múlott, az megtörtént. Cseh Tibor András, a Magosz főtitkára tájékoztatta a megjelenteket Nagy István agrárminiszter csütörtöki kormányinfón bejelentett 5 pontos intézkedés csomagjáról, mely a magyar termelők megsegítésére irányul. Az ágazatban kiemelt cél, hogy megszólítsák a fiatalokat. A magyar gazdatársadalomnak az átlag életkora az 58 év. Egy rendkívül idősödő gazdatársadalomról beszélünk, és jogalkotói eszközök pályázati lehetőségre is szükség van, hogy frissítsük ezt a gazda generációt, generációváltásra kerüljön sor. És ennek egy nagy eleme, hogy már hatályba is lépett gazdaságátadási törvény, egy szerződéssel egyszerűsített módon lehet átadni a teljes gazdaságot, és ami majd jön várhatóan ősztől, az pedig a gazdaságátadási pályázat. Mind az átadó, mind pedig az átvevő tud majd erre pályázni, egy összegű, visszanemtérítendő támogatást lehet igénybe venni, nem kell hozzá beruházást megvalósítani, magyarán egy friss forrást lehet behozni a gazdaságba. Ez egy óriási előny lesz ebben a nehéz piaci helyzetben, óriási nyitottság a gazdák részéről, és én azt gondolom, hogy ha sikerül ezt a programot úgy végigvinnünk, ahogy most a terveinkben szerepel, akkor Európában az egyik legfiatalabb gazdatársammal tudjuk lezárni ezt a programot pár év múlva, és ez egy óriási versenyelőny lesz. A rendezvényen szó volt arról, hogy a területalapú támogatásokkal kapcsolatos jogszabályváltozások eddig beváltották az előzetes reményeket, ez európai szinten is komoly sikernek számít. A gazdatársadalom abban pedig továbbra is eltökélt, hogy összefogással el tudja érni a brüsszeli döntéshozóknál, hogy ne hosszabbítsák meg az ukrán gabona vámmentességét. Kedves nézőink, eddig tartott ma a 35 perc. Legközelebb új műsorral, jövő hét hétfő várjuk Önöket. Én kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Viszontlátásra, szép estét!